Eredményes párbeszéd, aktív részvétellel közmeghallgatást is tartottak ma a városi közgyűlésben. Farmer Expo, 33. alkalommal is megnyitotta kapuit Magyarország egyik legjelentősebb agrársereg szemléje. A piaci igényekhez igazodva több mint 12 ezeren kezdik meg a tanévet a DSC intézményeiben. Köszöntöm Önöket! Ez a DTV híradó augusztus 29-én csütörtökön. Már is jövünk a friss hírekkel. Közmeghallgatást tartott ma a közgyűlés a Városi Tűzoltóság tavalyi évéről szóló beszámolója kapcsán. A testület döntött a temetői díjak emeléséről, valamint a helyi építési szabályzat módosításával megnyitotta az utat a Dósa-Nádor tér fejlesztése előtt. Eldőlt az is, hogy két új testvérvárosa lesz Debrecennek. Eredményes párbeszédet folytattak a közmeghallgatás keretében a debreceni polgárokkal. Így értékelte Pap László polgármester az ülést, ahol a Városi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2023-as évéről szóló beszámolóhoz kapcsolódott a közmeghallgatás. Egyebek mellett a környezeti ellenőrző rendszer is szóba került. Az az érdekünk, hogy Debrecen lakossága folyamatosan naprakész információkkal rendelkezzen a város környezeti állapotáról. Az a környezeti ellenőrző rendszer, amely az év végével létrejön és működésbe lép, biztosítani tudja azt, hogy folyamatosan figyelemmel tudjuk kísérni a város természeti, környezeti állapotában zajló folyamatokat. A közmeghallgatáson az akkumulátorgyárak elhelyezkedésétől a környezet használati engedélyen át az esetleges tűzoltósági beavatkozásig számos téma merült fel. A kérdezők például arra is kíváncsiak voltak, a jogszabályok alkalmasak-e arra, hogy ezeknek az üzemeknek a biztonságos működését garantálják. Az a jogszabály halmaz, amit a katasztrófavédelem alkalmaz, az mindenben megfelel az EU-s előírásoknak, nagyon sok Európai Uniós előírást vettünk át, és vannak olyan előírásaink, amik egyébként szigorúbbak, mint sok nyugat-európai országban. Az ülésen ezt követően úgy döntöttek a képviselők, hogy októbertől 13%-kal emelkednek a temetkezési díjak. Az előterjesztés szerint a módosításra a szolgáltatások fenntarthatósága, a köztemetők működőképessége érdekében volt szükség. A következő időszak működésénél én ezt meggondolandónak tartanám, hogy az az osztalék összeg egyébként, ami a más tevékenységének a nyereségéből fakad, és tulajdonrészként a vagyonkezelőhöz átadja, hogy ezt ebből tartsunk vissza egy olyan összeget, ami a temetőszolgáltatásnak az ő veszteségeit fedezi. A helyi építési szabályzatot úgy módosította a közgyűlés, hogy a Dósa-Nádor téren az önkormányzat egy kulturális központot alakíthasson ki, mellette pedig hotel épülhet. Arról is határozott a testület, hogy testvérvárosi megállapodást kötnek a kínai Tianjin és Ningde városokkal. A magyar agrárium fejlesztésére szánt források minden eddiginél nagyobb segítséget jelentenek majd a vidékfejlesztés a gazdálkodók számára. Ezt mondta a 33. Farmer Expo megnyitóján az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Magyarország egyik legjelentősebb agrár seregszemléje idén 3 napon át várja az érdeklődőket. A szakemberek kiemelték, a magyar mezőgazdaság szuverenitásának megőrzése, valamint a versenyképesség és a minőség kérdései fontos szempontok lesznek az idei kerekasztal beszélgetéseken. 3 nap, 5000 négyzetméter, 200 kiállító. Megnyitotta kapuit a 33. Farmer Expo a Böszörményi úti kampuszon. Az idei seregszemle vezérgondolata a tudástranszfer. A szervezők célja, hogy hasznos információkkal lássák el a gazdálkodókat, akik az előadásoknak, közös eszmecseréknek köszönhetően tovább erősíthetik a szektor versenyképességét. A Farmer Expo-nak nincs más dolga, mint letükrözni, ha jó tükör akar lenni, letükrözni azokat a változásokat, és megpróbálni választ keresni arra, hogy esetleg az aktuális helyzetekből van-e, vagy milyen kiútak lehetségesek. A Debreceni Egyetem ebben az évben is aktívan kiveszi a részét a közös gondolkodásból. A kutatóintézet közreműködésével a kórokozók az úgynevezett patogénmentesítés technológiáját ismertetik meg a látogatókkal. A Debreceni Egyetem
talán a Farmer Expo történetében először tud úgy részt venni, úgy aktív résztvevőként itt lenni, hogy a mezőgazdaság számára unikális technológiát ad, amire minden állattenyésztőnek szüksége van. Pap László polgármester kiemelte, Hajdúbihar vármegyében több mint 106 ezer embernek ad munkát agráriumban működő vállalkozás, a szektor árbevétele pedig meghaladja az 5000 milliárd forintot. Ezen teljesítmények mintegy 70%-a Debrecenhez köthető. A gazdasági átalakulások közepette is meg kell tartanunk, sőt, tovább kell növeljük mezőgazdaságunk súlyát, hogy komplexitását tovább bővítve, lehetőségeket kiszélesítve ne csak lépést tartson a korral, hanem egyenesen ez legyen az a szektor, amely képes bizonyos értelemben diktálni a fejlődés tempóját. Városunk elkötelezett az ágazat sikere mellett. Számos előremutató fejlesztést tudtunk megvalósítani az elmúlt években is. Jakab István, az országgyűlés alelnöke Debrecen kapcsán kiemelte, hogy a város és az egyetem kapcsolata példa lehet a magyar oktatás számára. A helyi tudósok számos kérdésben képesek magas színvonalon kutatni, a legújabb kihívás pedig a klímaváltozás. Azt hiszem, hogy a magyar agrár képzés, a magyar agrár kutatás, a magyar agrár szakértők, a magyar gazdálkodók dolgoznak azon a színvonalon. Vannak olyan szinten képzettek, hogy képesek szinte mindent megvalósítani, ami ma a világ versenybe való beszálláshoz szükséges. Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára köszöntőjében kiemelte, a közös agrárpolitika 2027-ig tartó időszakában a magyar agrárium fejlesztésére szánt források minden eddiginél nagyobb segítséget jelentenek majd a vidékfejlesztés, a gazdálkodók és az élelmiszerfeldolgozók számára. A teljes forráskeretből csaknem 2900 milliárd forintnyi a vidékfejlesztés célját szolgálja, legfontosabb fejlesztési prioritás pedig az erőforrás hatékony, a magas hozzáadott értéket termelő mezőgazdaság és élelmiszeripar megerősítése. A 33. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás szombatig látogatható. Hamarosan befejeződik a homokkerti felüljáró újítása. Ezúttal egy rövid útszakaszon dolgoznak, ennek munkálatait holnap aszfaltozással zárják le. Augusztus elején több napos munka zajlott a homokkerti felüljárón. Akkor több pályaszakasz burkolatát marták fel és aszfaltozták újra. A megújult közlekedési csomópontra visszaengedték a forgalmat, ezen a héten azonban ismét lezártak egy szakaszt. A Mikepércsi út felől a belvárosba tartó irányban félpályás lezárás történt. A 10-20 méteres útszakaszon a problémát a burkolat alatti szigetelő réteg okozta, ami a híd szerkezetét védi a beázástól. A felüljárón szigetelés cseréje, illetve javítása történt meg. Szerződött alvállalkozónk szakkivitelező a szigetelést elvégezte. A holnapi nap folyamán történik meg az aszfaltozása a felületnek. Várhatóan ebbe a melegbe csak szombat reggel fogjuk tudni visszaadni a felületet, meg kell várni, hogy kihűljön majd az aszfalt, amit bedolgoznak. Több mint 12 ezer diák és felnőtt kezdi meg tanulmányait idén a Debreceni Szakképzési Centrum intézményeiben. A centrum a piaci igényekhez igazodva, folyamatos fejlődésre törekedve indítja el az új tanévet. A szakképzésbe jelentkezők 11 intézményben 68 szakma közül választhattak. Vegyipar, gépészet, építőipar. Csak néhány ágazat a Debreceni Szakképzési Centrum képzéseinek kínálatából. Az idén 10 éves DSC vezetése a piaci igényekhez és a gazdasági környezethez való igazodásra törekszik, így mára több tucatnyi szakképzést biztosítanak. Tirpák Zsolt kancellár szerint a legfontosabb változás mégis az, hogy a szakképzésbe jelentkezőknek már nem kell lemondaniuk a felsőoktatásról. Ma annyi kapcsolódási pont van, akár az okleveles technikus, akár egyéb más területek tekintetében, hogy ma aki a szakképzésbe jön, az nem tesz mást, mint megalapozhatja a felsőoktatását, és a munkaerőpiacra pedig megalapozott tudással, versenyképes, gyakorlatias szemlélettel és gondolattal tud belépni. A Debreceni Szakképzési Centrum idén bővíti a létszámokat, de nagy hangsúlyt helyeznek majd az egyéni fejlesztésre is. Erősíteni szeretnék a partnerkapcsolatokat, a tanulók pályázati aktivitását és az oktatók szakmai képzését, ugyanakkor intézményeik felújításán is dolgoznak.
Pósán László az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke úgy fogalmazott, az ilyen jellegű színvonalas szakképzés különösen fontos a magyar gazdaság szempontjából. Akkor tudjuk fenntartani az életszínvonalat, vagy növelni az életszínvonalat, hogyha egyre jobban többet tudunk termelni, több mindennel tudunk a külpiacokon megjelenni, és egyre több olyan cégünk is van, amelyik ebből a szempontból labdába tud rugni nemzetközi szintéren. Ehhez a szakképzés elengedhetetlenül fontos. A Debreceni Szakképzési Centrum tanévindító rendezvényén elhangzott, ugyan szeptember 2-án elkezdődik az oktatás, egyes képzésekre októberig még lehet jelentkezni. Az akkor érkező tanulókkal együtt 12.500 feletti létszámra számítanak. Szeptembertől rendelet korlátozza az okos eszközök használatát az iskolákban. Vannak olyan debreceni intézmények, ahol már korábban is szabályozták a diákok telefonhasználatát, így könnyen fel tudtak készülni az esetleges új kihívásokra is. Ha a tananyag indokolja, oktatási célból használhatják majd az okos eszközeiket a tanórákon a diákok. Egy ilyen dobozba a gyerekek az első órán belerakják a telefonokat, az első órát tanító kollega magához veszi szünetbe, zárható szekrénybe beleteszi, és az utolsó órát tartó kollega pedig visszaviszi a gyerekeknek óra után. A diákok figyelmét könnyen elterelik az okostelefonok a tanulásról. Egyebek mellett ezzel az indoklással módosították a köznevelési törvényt, mely az okostelefonok iskolai korlátozására is kitér. Az iskolai mobiltelefon használat szabályozásáról az Oktatási Hivatal Országos Szakmai Tanévnyitó Konferenciáján is szó esett. A köznevelésért felelős államtitkár egy nemzetközi felmérésre hivatkozva indokolta a változtatást. A felmérés szerint a gyerekek 31%-a állítja azt, hogy soha nem kapcsolja ki tanórán sem a mobilját, és 28%-uk nyilatkozott úgy, hogy a saját vagy a pattársa mobilja azt tulajdonképpen azért megzavarja, vagy elvonja a figyelmét. A Kazinczy Ferenc általános iskolában már korábban is szabályozva volt a házirendben a telefonhasználat, hogy azok ne terelhessék el órán a gyerekek figyelmét. Nálunk már eddig is be volt vezetve az, hogy a tanórák keretein belül, hogyha nem kellett a tanulásra, akkor az osztályfőnök összeszedte dobozba, vagy bármilyen tároló helységbe, és ő elrakta magának, hogy órán ne tudjuk használni, hogy ne zavarja a tanulást. Az okos eszközök adta lehetőségek azonban továbbra is elérhetőek lesznek a diákok számára. A pedagógusok kérhetik a készülékek használatát, ha azt a tananyag is megköveteli. Oktatási cél az, ami miatt lehet használni a telefonokat. Ilyenkor a kollega kiveszi, mondjuk ha a negyedik óráról van szó, kiveszi a telefonokat, beviszi órára, kiosztja, használják, visszaszedik, és utána ugyanúgy elrakja a telefonokat. Az intézmény igazgatója szerint az okos eszközök korlátozása a diákok hasznára lehet, hiszen a szünetben való mobilozást felválthatja más kommunikáció. Több szakvélemény is megjelent az iskolai mobiltelefon használattal kapcsolatban. Pölt Ákos családbiztonsági szakértő például az UNESCO jelentésére is felhívta a figyelmet, amely szerint az okostelefonok iskolai tilalmával javulhatnak a gyerekek tanulási képességei, és kevesebb online zaklatás érheti őket. Felmelegedés, csapadékvizsgálat, megújuló energia. Ezek mellett sok más téma is szóba került a Magyar Meteorológiai Társaság 39. vándorgyűlésén, aminek idén a Debreceni Egyetem ad otthont. A találkozó egyszerre társasági és tudományos esemény is. A szakemberek itt megoszthatják egymással az elmúlt 2 évben szerzett tapasztalataikat, és szabadidős programokon is részt vehetnek. Hőségriadók, egy nap alatt 2-szer is ránk zúduló jégesők. Az időjárásra mindenki odafigyel, de a kutatók is folyamatosan vizsgálják a változó klímát. A Debreceni Egyetem főépületében gyűltek ma össze a meteorológiai vándorgyűlés résztvevői. Lázár István egyetemi adjunktus a debreceni meteorológia oktatásról tartott előadást. Arról beszélt, hogy a vándorgyűlés olyan témákat is tárgyal, amik kapcsán a Debrecen Egyetem szakemberei is végeznek kutatásokat. Az egyetem szempontjából kiemelt fontossága van ennek a témakörnek, ugyanis a napi és szélenergia kutatásokat, illetve a helyzet felmérése fog bekövetkezni a következő 2 napban. A kar dékán helyettese kiemelte, hogy szívesen adnak otthont olyan tudományos találkozóknak, amik illeszkednek a természettudományi és technológiai kar profiljába.
a kar életéhez, oktatásétől, a kutatási tevékenységéhez is nagyban hozzájárul, illetve hozzátartozik például ezen vándorgyűlésnek a témája, ugye, ami a meteorológiával kapcsolatos, azon belül pedig a klímaváltozás, tehát itt a kar különböző intézetében is rendkívül intenzív kutatások folynak ezen a téren. Horváth Viktor energiaátmenetért felelős helyettes államtitkár a Nemzeti Energia és Klímatervről beszélt a szakembereknek. Örömteli módon növekszik a magyar megújuló kapacitás, főleg a naperőműveknek a kapacitása, de nem csak az, hanem például mondjuk a geotermikus kapacitásuk is. És ennek az előrehaladását szerettem volna egyrészt bemutatni, másodszorban pedig ez kihívásokat is jelent az országnak, az energiarendszernek, miután időjárás függő erőművekről beszélünk a naperőművek esetében. Voltak szakemberek, akik a Debrecenben lehulló csapadékot vizsgálták, míg mások a futball és az időjárás kapcsolatát kutatták. A vándorgyűlés két évente ad alkalmat arra, hogy a kutatók megosszák eredményeiket. Olyan kutatók és szakemberek, akik időjárás előrejelzéssel, éghajlatváltozási kérdésekkel, egyéb meteorológiai témákkal foglalkoznak, és ez egyfajta seregszemle. Meglátjuk, hogy ki hol tart, mi az, amit fontosnak érez közölni a meteorológus társadalommal. A Meteorológiai Társaság 39. vándorgyűlésére mintegy 70-en regisztráltak. Debrecen harmadjára ad otthont az eseménynek, ami holnap ér véget. Az állatkertek éjszakája központi témája Közép- és Dél-Amerika lesz. Ez a kontinens az eredeti élőhelye a Zoo Debrecen legújabb lakóinak is. A két aranykezű tamarin nőstény már Franciaországban látta meg a napvilágot, és onnan érkeztek Debrecenbe augusztus 21-én. A fiatal példányok jelenleg kifutójukkal ismerkednek, csak ha megszokták új helyüket, akkor engedik be a már korábban itt élő hímet. Ennél a fajnál a domináns nőstény joga a párválasztás. A gondozók bíznak benne, hogy összeszoknak az aranykezű tamarinok, és utódok is születnek a nagy erdőben. Ez azért is fontos, mert a faj szerepel a kihalással fenyegetett állatok vörös listáján. Egy veszélyeztetett faj nagyon sok tényező miatt lehet veszélyeztetett státuszú. Jelen helyzetben az élőhely csökkenés, az erdőirtás és a monokultúrák bevezetése miatt csökkent, illetve szorult ki az élőhelyéről az aranykezű tamarin. Viszont a faj maga az elég szapora. A természetben 4-15 fős csapatokban szokott élni, és nagyon sok utódot tud nagyon gyorsan a világra hozni. Ez volt a csütörtöki DTV híradó. További hírekért keressék a dehír.hu hírportált. Tartalmaink pedig a közösségi média felületeinken is elérhetőek. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!